A Fehérvár kézilabda klubba mögöttünk hagyott hétvégén Horvátországban nyert 100%-os teljesítménnyel 4 csapatos tornát. Csütörtöktől szombatig pedig immár Székesfehérváron hazai környezetben játszanak rangos nemzetközi tornán az Ari Fruzsináék. Az FKC mellett a szurkolók a bajnoki bronzérmes Siófokot, a horvát bajnoki ezüstérmes Lokomotíva Zágrebet és a norvég bajnokság negyedik helyezettjét, a Stabæk gárdáját láthatják a Köfém sportcsarnokban. Az Ari Fruzsina elsősorban a védekezésben látja a sikerek titkát. Sokat gyakoroltuk a védekezést, ami szerintem működött is a tornán, és a lerohanás is elég jó volt. Most védekezünk 3-2-1-et is, meg 6-os falat is, és igazából alapvetően nem más, de jól össze van téve. Gyakoroltuk edzésen, és úgy néz ki, hogy működött a meccseken is. Paul Oldrup Jensen vezetőedző elégedett volt a horvátországi tornán látottakkal, ahol a zágrábi csapatot sikerült is legyőzni, de Fehérváron is a győzelemért száll harcba a csapatával. Azt gondolom, jól játszottunk Horvátországban, nagyon jó gyakorlási lehetőség volt ez számunkra. Úgy látom, sokat fejlődtünk, és ami szintén fontos, megnyertük a kupát. Nagyon erős csapatokkal fogunk találkozni a fehérvári tornán is. A Siófokot már ismerjük, játszottunk velük, nagyon jó csapat. A Stabækről szintén elmondható, hogy nagyon kiváló együttes. A Lokomotívval találkoztunk a hétvégén, legyőztük őket, de nem szabad ebből kiindulnunk. Mindhárom találkozó nagyon szoros és kemény csatát várok. Nagyon jól teljesítünk az utóbbi időben védekezésben, de sokat is dolgoztunk vele. A jó védekezésből pedig próbálunk gyors támadásokat vezetni, ezekből sok gólt is szereztünk a hétvégén. Támadásban pedig az egyéni képességekre építünk, ezt gyúrjuk össze az általam hozott taktikai felállásokkal, így alakulhat ki a saját játékrendszerünk. Formations, some of my thoughts that we try to put into our systems in attack. A Fehérvár kézilabda klub csütörtökön 18 órától a Siófokkal játszik, pénteken 20 órától pedig a Stabækkel. Szombaton délután 2-től a Zágráb elleni összecsapással zárul a torna.